A Magyar Diásport Szövetség és a Magyar Sportlövők Országos Szövetsége november 23-án rendezte meg a 2013-2014-es tanév sportlövő diákolimpia döntőjét, ahol szerencsét öten képviselték. Kormány Rihárd, Bújai János katolikus általános iskola diákja, a nyílt irányzékú légpuska 20 lövéses számban egyéniben az ötödik lett, míg a Borsodaboly Zemplén megyei csapatban kettő miskolcitásával együtt a harmadik helyet szerezték meg. A Bocska István Katolikus Gimnáziumból három tanuló állt lőállásba. Nagy Gábor, a szabadidős, nyílt irányzékú légpuska, 20 lövéses számában országos kilencedik lett, míg csapatban Miskolc és Kazinc Barcikai társával az országos bajnoki címet szerezték meg. Porkoláb Gábor a légpisztoly 40 lövéses olimpiai számban több nemzeti válogatott versenyzőt maga mögé utasítva az előkelő hetedik helyen végzett szintén hetedik lett a már válogatott kerettag Bukovszki Péter, aki a légfegyver 40 lövéses olimpiai számban legfiatalabb kerettagként és legifjabb korúként öt versenyzőt utasított maga mögé, így nagy reményekkel várja a jövő tavaszi nemzetközi versenyekre a szövetségi kapitány meghívóját. Gombos Levente a Szerencsi Szakképzőiskola tanulója remek teljesítményével egyéni csúcsát megdöntve a 13. helyen végzett a légfegyver 40 lövéses olimpiai számban.